Erős várom Istenem, sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mostani felnőtt Biblia órán, FBO, megtanultuk már a rövidítést. A vendégeink is vannak, akiket majd köszönteni fogok, de azért bemutatom itt a képüket, hogy valóságosan itt vannak. Az előbb a Zákos Média Centrumnak a 90-es évekből származó egy ilyen bejátszó filmjét láttuk, és alatta a gyermekének ma a te házadba szállok én. Most csendesedjünk el imádságban, és kezdjük el így az alkalmunkat. Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked ezt a lehetőséget megint, hogy kinyílik a Biblia, de hadd nyíljon ki a fülünk, a szemünk és a szívünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem akarod, hogy mi csak bámészkodjunk és nézelődjünk ebben a világban, hanem te látni akarsz, láttatni akarsz minket, és azt is akarod, hogy abban a szolgálatba álljuk be, ahol másoknak láttathatjuk a te üzenetedet. Így kérünk, áld meg a mostani beszélgetésünket, ezt a biblióránkat. Amen. A mai alkalommal tehát sok szeretettel köszöntlek benneteket, és bemutatkozó is lesz. Sorba mutatkozunk be névsorban, és a legelején mindjárt Blatuci Jánost mutatjuk. Nem, de ha elfárad, akkor energiája nem jut arra, hogy szellemi munkát végezzen, akkor neki fog egy ilyennek is elkezdjen el bíbelődni. És nagyon fontos dolog, én azt gondolom, ez a szövetség, hogy egy ilyen szövetség, egy ilyen szórakozási lehetőség, szabadidő eltöltési lehetőség itt falun, mert az az igazság, hogy ezen kívül nem sok egyéb lehetősége van az értelmes szabadidő eltöltés a gyerekeknek. Hát van még egy focizási lehetőség, illetve lehet menni a kocsmába, vagy lehet lődörögni az utcán. Ezek a gyerekek viszont együtt vannak ezeket. Valami egy dolog összefogja, ezekkel a gyerekekkel le lehet ülni, beszélgetni, lehet komoly irányba terelni őket, nevelgetni őket. Lehet jó példával előttük járni, mert odafigyelnek azokra, akikre az íjászat miatt mondjuk felnéznek. Beszélj magadról egy kicsit, hogy jutottál hitre, nagyon röviden természetesen, és hogy most hol szolgálsz, és azért neked volt egy kicsi, illetve nagyon alapos médiás múltad is a norvég Kristiansandban. Igen, ez egy nagyon érdekes, sok minden fért bele az életembe, onnantól kezdve, hogy én másodikos gimnazista koromban egy ilyen elhívást kaptam az Istentől, nagyon határozottan, hogy ő engem igen hirdetői szolgálatra szeretne beállítani, ezt az ajtót nyitotta meg, és amikor ez megtörtént, utána nem sokkal kerültem én ki a katonaság után Norvégiába, és ott tulajdonképpen keresztény médiaiskolába jártam egy évig, és ott tanultam videózsurnalisztikát, illetve rádiótechnikát, amit aztán főleg a mostani időben elég gyakorolnom is kell a gyülekezetben. 97-től vagyok lelkész, először Tóth Komlóson voltunk, majd Nógrád megyében egy hosszabb időt, ezek a felvételek is ott történtek, ott készültek Nógrád megyében, és szűk 4 éve vagyunk most Pest Erzsébeten, te utánad, és próbáljuk felvenni a fonalat. Köszönjük szépen, és ez a ifjúsággal említetted, hogy mennyire jó hatású volt fiatalok számára ez a sport, ez a nyilazás nemzeti érzéssel is, és egyébben is. Minden esetre kívánjuk, hogy az Isten a tegzedet töltse meg olyan nyilakkal, mint jó ifjakkal, akik a célba érnek. És akkor ezzel megyünk tovább is, hiszen nagy médiás emberünk András, aki cipeli a kamerát, és amíg ez a bemutatónkból peregnek a képek, addig eszembe jut, majd készüljünk föl egy ilyen válaszra is, hogy te hány programot csináltál már meg az elmúlt 20 évben? Közös, iszatosokat változott minden, itt éppen darúzunk valahol, és nagyon jó meglátásaid voltak. Egyébként hát irodalmi vénád is van, szenzációs dolgokat írsz ilyen családi visszaemlékezésekben, és
beszélj arról is majd nekünk, hogy az Úr Jézus hogyan ragadta meg a szívedet, és majd nem sokára kiíródik a neved, hát ezt is föl szeretném tenni ezt a kérdést, hogy neked Timotheus lett a neved, és ez maradt benne. Minden esetre te, mint aki az Ákos Média Centrumnak a szerkesztő és operatőre vagy, kérünk, hogy szóljál egy pár szót, mutatkozz be. Hát egy nagyon gazdag lelki háttérben nőttem fel, ugye a nagytöcsi evangélikus gyülekezetbe, úgyhogy gyakorlatilag tradicionális evangélikus voltam 14 éves koromig, amikor egy ifjúsági bibliaórán konfirmáció után, hát János, a te szolgálatodra tértem meg, hárman tértünk meg akkor este, két barátom, Kis János és Tóth Mihállyal együtt, és akkor indultam el ezen a lelki úton, és a igazi hivatásomat csak életem derekán találtam meg, vagy jutottam el, amikor a Protestáns Média Alapítvány megalakult, és akkor már előtte is filmezgettünk veled, de akkor kezdtem aztán hivatásszerűen egy kanadai kurzus után itt a Keresztény Médiában előfordulni, az Ákos Médiánál, Média Centrumban nálad, és 2011-től pedig az Országos Evangélikus Egyháznak a média felelőse vagyok, ahol a videókat én készítem. Emlékszem, hogy nem csak operatőr voltál, hanem eleinte még színész is, mert az első bibliai filmünk az a Nábot szőlője volt, 1972-ben te voltál Nábot, és elszenvedted a megkövezést. De majd még erről beszélünk, Győri Tamást is sok szeretettel köszöntjük körünkben, aki úgy tűnik, hogy talán ő nem annyira médiás, dehogy nem, hát most tudtam meg tőle, hogy a névadója is volt ennek a testvérevel, a bátyával csinálják ezeket a Palackposta című sorozatokat, amikre fölhívjuk a kedves testvéreknek is a figyelmét, a bibliarásoknak, mert egy nagyon rövid, szellemes dolgok, és nem csak bibliai filmek vannak a kereszténységnél, hanem meditatív filmek is. De Tamás egy másik nagy munkába lépett be, erről hallunk egy pár szót, aztán ő maga fogja elmondani. Ezzel a választékkal egyrészt ugyanúgy, mint korábban, hangsúlyozni szerettük volna, hogy Isten ajándéka számunkra egy színes világ. Másrészt a külsővel is felkívántuk hívni a figyelmet arra, hogy a Biblia üzenete mindenkihez személyesen szóló üzenet. Ezért lehetőséget szerettünk volna biztosítani arra, hogy ki a hozzá legközelebb álló kötésszint választhassa ki. A külső tehát, mondhatni, hagyományosan színes. A belsőben viszont sok minden változott. Ezért nevezzük ezt a kiadást az informatika világából kölcsönvett kifejezéssel Reloaded, azaz újra töltött kiadásnak. Persze a Bibliában a lényeg, Isten igéje, változatlan. Hűségesen a károli tradícióhoz arra törekedtünk, hogy érthetően és hitelesen szólaljon meg magyarul. Hát látjuk itt a neved mellett a mostani főszolgálatodnak a meghatározását, a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet igazgatója vagy, de azért szóljál arról, hogy indultál az Úr Jézus követésében, és mik voltak így az életedben, amelyek különböző szolgálati területekre vittek. Hát ha most itt a látásról van szó, én magam előtt nagyon sok jó példát láttam a Krisztus követésében is, és azt is, hogy hogyan élnek olyan emberek, akiket megragadott Krisztus, és az én megtérésemben egyébként pont ez volt, ami elindította a vágyat. Bennem nagyon erőteljesen megszületett egy idő után a vágy, mert láttam a különbséget, hogy milyenek azok, akik hitelesen élik meg, és milyen azok, akik nem annyira. És én magam is láttam, hogy Isten hogyan munkálkodik. Volt egy ilyen alkalom, egy csepeli evangelizáción, ahol kisgyerekként bizonyságot tettem egy embernek, és az én magam megdöbbenésére megtért. De én magam nem voltam megtért ember, és emlékszem erre az érzésre, amikor láttam azt, hogy valakinek az élete tényleg megváltozik, és hogy itt tényleg nem csak egy szöveg van, vagy egy olyan dolog, amit csak úgy le lehet utánozni, én csak leutánoztam a bizonyságtételeket, és meglepett az, hogy valakit ez komolyan átformál, és hogy hú, itt van valami veszélyes erő van, tehát emlékszem erre az érzésre, és láttam a különbséget a között, ahogyan szeretnék élni, és ahogyan sikerült, és ezért megszületett bennem ez a vágy, és nagyon szerettem volna megtérni. Én így mentem el egy ifjúsági hétre pont Ősagárdra, ahol
ahol nagyon elhatároztam, hogy én most meg fogok térni, és egész héten nem sikerült megtérnem. És nagyon elkeseredtem emiatt, hogy nekem akkor ez nem megy. És amikor én lemondtam erről, és egészen már azt gondoltam, hogy ez nem fog működni, na akkor látogatott meg engem Isten. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem elég látni, nem elég imitálni dolgokat, hanem Isten az szuverén módon személyesen megszólítja az embereket, és azóta ez számomra is nagyon fontos volt, hogy Isten személyesen megszólított, innentől számítom azt, hogy Isten gyermeke vagyok, és hát aztán az egy másik történet, amikor Isten engem elhívott, tehát nem csak megszólított, hogy gyermeke legyek, hanem el is hívott arra, hogy szolgáljam őt, úgyhogy ezért most misszionárisként dolgozom. Hát igen, az egyik a Budapesti Kortárskész Intézet, de a másik az bibliakiadásokkal foglalkozunk, és videófilmeket is készítünk egyébként, nem csak a bátyámmal. Van például egy inspiráló bibliakiadásunk, ahol szintén készítünk rövid filmeket hozzá, magyarázatokat, de akár itt lehet látni a bibliáknál is nagyon fontos az, hogy hogyan néz neki kívülről. Tehát, hogy látványra is ez egy olyan legyen, olyan kiadványokat szeretnénk, amiket az emberek szívesen vesznek kézbe, és örömmel vesznek kézbe. Elolvassuk azt a pár ige verset, amit a mai alkalomra én szándékosan kiválasztottam. Nézzük is meg most akkor ezeket az igéket. 2 Mózes 24. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ez a nagyon klasszikus tiltása az ábrázolásnak. Máté 18-ból, de többet is kiválaszthattam volna, csak egyet választott ki találomra. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, és ez, hogy Jézus hasonlatokat mondott, példázatokat mondott, szemléltetett. És az utolsó pedig, ami nekem a szívemhez nőtt, és az életemben el is indított egy mozgalmat, ami nagyon megdöbbentő, mert a Magyarországon az evangélikus egyház volt az első, aki foglalkozott igazán modern médiákkal, tehát filmekkel, videókkal, és azért lett a neve is, ahol még az András testvérem most még dolgozik is, a Zákeus Média Centrum. Zákeusról van szó Lukács 19.3-ban, és látni akarta Jézust. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Nos, mielőtt viszont elkezdnénk beszélgetni, én beszeretnék játszani egy homok animációs filmet. Azért megdöbbentő ez a számomra, mert lehetne előttünk egy kép, de itt látjuk, hogy alakul ki a kép, és ebben éppen ez az animáció, és az nagyon tetszik nekem, hogy ott ülnek a tanítványok, mert Jézus mossa a lábokat, tehát nagy csütörtök este van, de ugyanezek az alakok maradnak, csak egy csíkot húznak, ott lekerül az asztal, és a tipikus úrvacsora, utolsó vacsorai felállás következik. A kis szép zongora muzsikával egy kicsit hallgassuk és nézzük ezt. Az asztal közösség, és Isten valóban láthatja az ő csodálatos szeretetét és meghívását. Úgyhogy most térjünk is rá azokra a témákra, amik ezzel kapcsolatosak lesznek. Ezen a Bibliarán most, mivel közel vagyunk húsvéthoz, a Passió hetéhez, nagy héthez és a feltámadás ünnepéhez. És ezzel kapcsolatosan nagyon sok ábrázolás, és az első filmek is majdnem ezzel kapcsolatosak, a keresztény filmek is. Úgyhogy beszélgessünk, első témánknak legyen itt a hit hallásból a látás. Mégis milyen szerepet kap a Bibliában szerintetek? Bármelyikötök kezdheti.
Hát én úgy látom, hogy az Úristen az minden érzékszervünket használni akarja, és ez a Bibliából is nagyon erőteljesen látszik. Nagyon sokat szerepel, például a Bibliában az a rövid szó, ami fölött könnyen elsiklunk, hogy íme. Héberül, tehát az Ószövetségben hinné, görögül, az Új Szövetségbe idú. Mind a kettő egy felszólító módban az, hogy nézd, lásd, vedd észre, és ennek egy hangsúlyozó szerepe van. Annak idején a hittanórán úgy magyaráztam a gyerekeknek, hogy olyan ez, mint amikor tadám, és akkor végre vedd észre, ugye így megszólalnak a fanfárok, hogy lásd meg. Tehát Isten azt gondolom, hogy arra hív bennünket, hogy lássunk nagyon sok mindent. Aztán az is eszembe jutott erről, hogy milyen szerepe van, hogy nem csak nekünk kell látnunk a Bibliában, hanem Isten is lát. Ugye ezzel kezdődik a Biblia, hogy Isten látta, hogy jó. Vizuális Isten, ilyen vizuális isteni minőség ellenőrzés van az egész teremtésben. Aztán ugyanígy Hágár történeténél is eszembe jutott ez, hogy amikor elfut az úrnője Sára színe elől, hogy ne is lássa, ugye, mert az bosszus irítségében sanyargatja őt, akkor Isten meglátja Hágárt a forrásnál. És így is nevezi Hágár, hogy te vagy a látás Istene, az él Roy, aki lát engem, és aki engem is észrevett, így is nevezi el azt a helyet. Aztán az Új Szövetségbe is eszembe jutott, hogy milyen fontos a látás. Nyilván nektek is biztos sok minden eszetekbe jut, de most csak így egészen egy-két dolgot szeretnék fölvillantani, hogy a pásztorok dicsérték és dicsőítették Istent azért, amit láttak és hallottak, hogy úgy történt minden, ahogyan nekik megmondatott ugye az evangélium Lukács evangélium elején. Vagy akár Simeon hálaadása. Látták szemeim a te üdvösségedet. Aztán eszembe jutott még a megdicsőülés hegye, ahol Péter, Jakab és János a végén nem lát senkit, csak Jézust egyedül. Aztán látták a tanítványok húsvétkor, most ugye nemrég olvastuk, hogy a kő el van hengerítve, vagy akár Pál apostol, aki belevakul Jézus látásába a damaszkuszi úton, és 3 napig lényegében csak Jézust látja. Tehát én azt látom, hogy Isten igenis, az egész Biblia arról szól, arról tesz bizonyságot, hogy Isten akarja használni a látásunkat, és ezt az érzékszervünket is, tehát nem... Igaz, hogy a hit hallásból van, de a hallás az egy lelki hallás, amikor a lelkemmel meghallom, de nagyon sokszor a látás is nagyon fontos. Hát erről talán még most nem akarok hosszabban beszélni, de talán még fogok erről beszélni, hogy a bibliai bizonyságtételbe és az evangéliumokban milyen fontos volt, hogy látták, hogy történt Jézus élete. Igen, valakinek még? Nekem egy rövid gondolatom van azzal kapcsolatosan, hogy ugye a mostani korunkról beszélünk úgy, meg tapasztaljuk is a gyerekeknél, főleg akiket tanítunk az iskolákban, hogy borzasztóan vizuális lett ez a világ, tehát egyszerűen nekik muszáj, hogy látvány élményeik legyenek. És hát azt gondolnánk, lehet, hogy csak én gondoltam így, hogy a mostani modern világunk ilyen. De a Bibliából meg az derül ki az én számomra, meg a saját gyerekkoromat is, és bibliai élményeimet elővéve gondolatban, az derül ki, hogy a régi emberek is, abban az időben is borzasztóan a látásukra voltak utalva. Nem véletlenül van tele a Biblia olyan eseményekkel, amik képként megmaradnak. Tehát amikor ugye a zsidók tanították a gyerekeiket, elmondták részletesen, szóról-szóról ugyanazokat a történeteket, akkor mindegyikben kialakult egy kép, és ez a kép ez megmaradt. Ezt Isten azt akarja, hogy bennünk egy olyan kép legyen, amiben tisztán látjuk a lényegi dolgokat. Hogy azok megmaradjon, az előkerüljön, hogy minden egyes ige valamiféle képként éljen bennünk, szinte magunk előtt lássuk. Amikor az Úr Jézus mitől megtisztítja a templomot, akkor a tanítványnak eszükbe öklött az az ige, hogy a te házad iránt érzett féltő szeretetet vészt engem. Tehát ez mennyire lényeges. Az Isten tényleg nem azt mondja, hogy tudom, a hithallásból van akkor semmi más érzék, szerintem nem akar. Minden utat meg talál, és fel is használ az Isten arra, hogy bennünket megérítsen. És azért vagyok borzasztó boldog, vagy egy nagyon jó érzés, hogy úgy lehetett olvasni gyerekkoromban is a bibliai történeteket, hogy alakulhatott egy kép, a szemem előtt láthattam, mint egy jó regény, a szónak a legjobb értelmében. Mm. És akkor persze ilyen értelemben volt esetleg csalódás, hogyha mondjuk egy Jézus filmben máshogy jelenítették meg a dolgot, de aztán másik oldalról meg ugyanaz a kép, az a filmben megfogalmazott, a rendező által megfogalmazott kép. Az meg adott egy pluszt hozzá, egy újabb látásmódot az egész, a megértés az többet. Andi? Hát nekem is
Biblia első könyve jutott eszembe, hogy, hogy Isten és látja és gyönyörködik abban, amit csinált, és azt mondja, hogy jó, és már új szövetségből pedig hát nekem is Simon jutott eszembe. Viszont ez az ige ugye figyelmeztet arra, hogy az hit hallásból van. Na de hát ma is, ha csinálunk egy filmet, akkor a hang az első, hangra vágunk. Annak a filmnek meg kell állni, a mutatványnak meg kell állni csak a hangban. Úgyhogy például a több sorozatunkat a rádiók átvették és sugározták, mert csak a neveket kellett bemondani, aki szerepelt esetleg, vagy kiegészítő szöveget kellett hozzá mondani, vagy egy felvezetőt, és érthető az egész. Tehát nagyon fontos, hogy az, a látás, meg a láttatás, az egy plusz valami, mondjuk a látás korszakában, a nagy videózás korszakában is, mert első az, hogy megérintsen minket. Ez csak alá fogja támasztani, vagy meg fogja erősíteni a szakmánkban például ezt a dolgot. Ez egy kulisszatitkot azért áruljunk el mi médiások, hogy ha kép nem sikerül, akkor még nincs baj. De ha hang nincs, egy, főleg egy tartalmasabb filmnél, ahol, ahol üzenet is kell, hogy legyen, akkor minden összeesett. A másik, hogy mielőtt tovább lépünk, csak egy gondolat, hogy a Biblia is különbséget tesz nézelődés, bámészkodás és látás között, és még játszunk a szavakkal, magyar nyelv grammatikában azt mondja, hogy ige kötő. Ha igéhez kötöm a látást, akkor szenzáció dolgok alakulnak ki. Látom, meglátom, belátom. Belátom. Kevés a belátás, a bűnbánat. No, de menjünk tovább, mert még lesz sok témánk. Hogyan kell értelmezünk 2 Mózes 20-at? Tehát ne csinálj magadnak faragott képet. Tessék. Hát én nekem az első gondolatom az, hogy ez arra vonatkozik, hogy ne legyen ilyen bálványunk. Tehát itt a tárgyi, látható, kézzelfogható dolgokra gondol Isten szerintem elsősorban, mert hogyha arra gondolunk, hogy az őskeresztjének és a katakombákban azért rajzoltak dolgokat, hogy megértsék, mert nem tudtak írni, olvasni. Tehát nem csak szájhagyomány útján mentek a dolgok, hanem írással is, illetve hát így képekkel. És nekem nagyon tetszett egy riportalunk Szita Istvánnak az a gondolata, hogy ő ilyen bauhauzos volt, és visszatért ahhoz a ábrázoláshoz, hogy nem kell hazudni a művészetnek, és kicifrázni, kiszínezni egy jelenetet, vagy egy történetet akár, hanem úgy, ahogy az őskeresztjének is tették, a leegyszerűsített, legegyszerűbb formában adják át az üzenetet. Tehát ilyen ikonszerűen készítette aztán a képeit, és ugye a barokk korban annyira eltorzultak már a dolgok, hogy emlékszünk ezekre a putó angyalkákra, meg mindenre, ami teljesen elrugaszkodik a valóságtól esetleg. Viszont az oltárképeknél nagyon fontos volt a reformációban az, hogy ugye az igét kell hirdetni Krisztus a középpontban, a kép például. Aztán nagyon figyelmeztető dolog az, hogy ezeket a régi freskókat ugye a reformáció után, ugye volt a református felekezetben, ezeket kidobták és letakarták, de ugyanakkor utána becsempészték a díszítő virágokat, aminek nem volt köze mondjuk az igéhez. Tehát szerintem az a módja, hogy tanítson embereket, hogy neveljen embereket, hogy rámutasson, és nekem is ilyen személyes élményeim vannak, hogy kaptuk ezeket a gyermekbibliás kis bélyegszerű képeket, ezeket gyűjthettük, és fontos volt számunkra. Vagy pedig vagy eszembe jut a családi nagy képes bibliánk, ahol a jelenések könyvén ott volt a hatalmas oroszlán mellett egy kisgyerek, hogy milyen lesz az, amikor nincs vadság, és nem kell félni egy oroszlántól, stb. Tehát egy csomó ilyen dolog van, ami nagyon fontosan lecsapódik, és kellenek ezek a képek. Ez nem tudom, hadd csatlakozok ehhez, mert van egy gond, ugyanezt alátámasz, hogy amikor ezt az igét megláttam, hogy gyorsan körül is olvastam ezt az igét, hogy mi van körülötte, és azt ugyanez erősödött meg, hogy ki mondja ezt az ige, hogy hát olyan dolgokról van szó nyilván, amiket az ember bálványként tud aztán, tehát Isten helyébe tud helyezni. És azon gondolkoztam el, hogy ez ugye ez a bűnbeesett embernek szól már ez az ige, mert a bűnbeesett embernek már külön szólni kell, mert ez nem jön magától. És az Isten ezen küzd, az egész ószövet nagyon hangsúlyosan kijön, hogy az Isten, ugye ez a 10 parancsolatból jön az ige, és ez kihangsúlyozva, hogy figyelj, én vagyok egyedül, akire úgy igazán számíthatsz. Én vagyok egyedül Isten, és ez az evidencia, ez
ezt őrizni kell az emberben. És ugye az Isten rászánja az időt, az energiát, a figyelmet, a szeretetet arra, hogy ezt az embernek ugye nagyon oda tegye a szeme elé, akkor tényleg mint egy parancsot, hogy figyelj a te javadra, a te érdekedben. Mondom, hogy ne keress semmi olyat, ne akarj te csinálni magad, ne akarj lemásolni az Istennek a lényét, meg az Istennek azt a fajta teremtő akaratát, amivel életet alkotott, nem tudsz magadnak olyat formálni, ami engem helyettesíteni tud. Miért is keresnél olyat? Egyszerűen a józan paraszti eszünket ragadja meg az Isten, amikor azt mondja, hogy figyelj, én vagyok az Isten, mit akarsz még ennél többet? Igen, ugye ebben az igében valóban ez a nagyon fontos, hogy nem akármilyen faragott képet, hanem Isten helyett ne készítsünk képet. És hogy ne legyen aki a helyére kerül. És Isten nem a látás ellen van, és ez az ige sem arról szól, hogy Isten, hanem a hazug láttatás ellen van. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Az a vizuális világ, amiben sokszor élünk, sokszor ilyen borrasztó sok a hazug láttatás, a vizuális effekt. És az embernek beleromlik a szeme, most itt ülünk, éppen néztem az előbb a képernyőn, hogy mind a négyünknek szemüvege van, és ez nem csak amiatt van, hogy negy előre a kor, hanem amiatt, hogy túl sokat nézzük a számítógépnek a képernyőjét, miközben egy filmet készítünk, és rongálja a szemünket. Tehát az a virtuális világ, amiben élünk, az sokszor rongálja a szemét az embernek, elvakít. A régi emberek sokszor sokkal jobban láttak távolra, és egészen jó éles szemük volt sokáig, sokszor. Tehát ebbe is ugye romlunk. És azt gondolom, hogy a látást, Isten azt mondja, ne csinálj faragott képmást, ami hasonló ahhoz, amely a teremtés, hogy a teremtést tedd a teremtő helyére, és mert a látást azt a valóság befogadására kaptuk, és nem a virtuális szemfényvesztésre, a CGI-ban való gyönyörködésre. Ugye, ahogy a mai filmek nagy része az már úgy készül, hogy egy már lassan színész se kell, mert minden, még a színész is virtuális lesz, ugye most ez az újabb menet, hogy csak úgy tűnik. Ez ugye a mai kornak most a legnagyobb kihívása, hogy hazudni tudunk már a filmen keresztül is. De nem erre kaptuk a látást, hogy a hazugságokba gyönyörködjünk, hogy a hazugságot lássuk, hanem arra, hogy a valóságot vegyük észre. És ez nagyon megnehezíti, a bálványok mindig eltakarják Istent. Tehát nem az a probléma, hogy a bálványt látom, hanem az, hogy helytelenül látom, és ez szerintem ebben az igében nagyon fontos. Nem tudom, lehet-e még egy gondolatom, hogy csak hogy kapcsolódjak egy gondolat elég, ami nagyon szíven is ütötte, hogy most ezt így olvastam újra ebből az ige szakaszból, hogy az ember ne csináljon valamit, minthogyha nem lenne. Keresi az ember állandóan, hogy valaki, ez egy fölöttünk lévő valaki, és azt mondja, hogy Isten, nem kell azt keresni, itt vagyok én. Igen. És amit az előbb mondtatok, összefoglaló csak egy ilyen mondat, hogy Isten láthatatlan, ezért ábrázolhatatlan, tehát erről is van szó teljesen, minden más ábrázolható, tehát a technika, az emberi alkotások, igen, de az Isten ilyen szempontból nem, mert csak ront rajta. Istent nem kell bemutatni, ő akar személyesen bemutatkozni tetteiben, maga a teremtés is egy kozmikus méretű bemutatkozás az Istennek. Tehát ezt is elmondhatjuk, meg azt is hozzátetjük ehhez, hogy személyes bemutatkozása az emberélet Jézus Krisztus, akiről nem készült fotó, ez nagyon fontos, hogy Isten olyan világba érkezett meg, bár szobrokat már faragtak, de most képzeljük el, ez az ocsmány média mennyire hiteltelen, mert annyi trükköt tudunk már csinálni, és Isten kimentette a megváltás művét ebből a televíziós, zoomos világból, mert ő itt volt személyesen, és éppen ezért fontos, hogy itt legyenek a bibliák, az új fordítások is, mert a Viva Vox evangélium, az evangéliumnak az élő szava az, amivel most be kell őt mutatnunk, és végül már utaltatok erre, hogy az ószövetségi proféták a látók. Ugye több helyen nevezi így őket a Biblia, és több proféta mutatkozik be, hogy a látás, amit látott Ámosz, vagy Ézsaiás, vagy valaki. A profétai cselekedetek is láttattak.
tehát Jeremiás, ha ezekhez valamelyikhez, bármelyikhez van hozzászólásotok, tegyétek meg, csak én tovább megyek, mert erre is már utaltatok, csak én most kiélezem, vagy összefoglalom magamnak, és az ige testület és lakozott mi közöttünk, és láttuk. Tehát Isten igenis a látás Isten, és gondoskodott arról, hogy ahogy Pál apostol mondja, nagyon aranyos a Károlyi fordítás, nem valami zugójában történt dolgok ezek, hanem ez nyilvánvaló volt, és nem beszélve arról, hogy Jézus Krisztus, a főpap meg általában a pogányságra jellemző volt, hogy bevonultak misztikába egy függöny mögé, és ott végezték el a szertartást, meg ezt így csinálják a bűvészek is, meg a sámánok is. Nem, az Isten az nyitotta. Ő kitere, ez szétszakította először is a bent a templomba a kinyílott a függöny, ami szakart a szentét, és Jézus Krisztus pedig egy nyilvános helyen, egy széles vászon a Golgotán bemutatta Isten az áldozatát, hogy mindenki lássa, és meg tudjátok úgyis jegyezni, gyorsan megyek itt tovább, Jézus Krisztus látványos példázata és a látványos szenvedése. A profitákra gondolva mondanám azt, hogy ők nem csak a jövőbe láttak, sőt, a jelenüket látták, hogy gyerekek, ez így nem jó, nem jól éltek. Tehát így nem, így is kéne értenünk, tehát hogy nem nézelődtek, hanem meglátták a hibákat, és ezeket mondták, és az Ószövetségben hát a Zsoltár parafrázis a 101. leírja a teremtés történetét képekben, tehát végül is ez is egy látatás volt. Jó, igen. Itt ugye egy nagyon fontos dolog a profétáknál, hogy amit Bandi is mondott, hogy a jelent is jól látták, és ugyanakkor a jövőt is az igazi profétának az ismérve az volt, hogy beteljesedett, amit mondott. Tehát, hogy a valóságot látta. Nem elképzelt, de ugye a hamis proféta az lát valamit a jövőből, lehet, hogy borasztó szépen lelkesen elmondja, hogy lesz. Pont most volt nem olyan régen egy nagy bűnbánata egy mai prófétának, aki megjósolta, hogy Donald Trump fogja megnyerni a választásokat, és ugye nagyon, amikor máshogy jött ki a választás eredménye, akkor bocsánatot kellett ezért kérnie, és a követői is elhagyták, és elmondta, hogy hát lehet, hogy át kell gondolnunk ezt. Tehát a hamis próféta az nem sokszor belelovalja magát, de nem a valóságot látja, a jövőben sem, tehát ez egy fontos dolog. Másik pedig itt az evangéliumi bizonyságtételnél, amit hoztál, hogy ugye ezzel kezdődik. János evangéliumánál különösen is fontos a látás, ugye végig ezzel kerül, ezt erről beszél János, hogy nem egyszerűen arról beszéltek, hanem ugye láttuk az ő dicsőségét, de azt mondta, hogy mi láttuk és bizonyságot teszünk, a levelében is ezt írja, láttunk és bizonyságot teszünk róla, hogy ő az atya egyszülött fia, akit elküldött a világ üdvözítésére. És egyébként végig Jánosnál nagyon sok ilyen látás van, csak egy példát szeretnék mondani, a vakon született meggyógyítása János evangéliumának közepén, 9. fejezetben, ahol egy szemet teremt ennek a vakon születetnek. És ez azért volt lényeges ez a csoda, mert ez egy messiási jel volt. Tehát ugye ilyet nem tudott senki se csinálni, előtte nem is hallottunk ilyet. És próbálják eltagadni, elhallgattatni a főpapok és az írástudók ezt, próbálják a szüleit számon kérni, hogy biztos, hogy vakon született, és hát kiderül, hogy igen, tényleg vakon született. És ott is nagyon fontos dolog, amikor találkozik ez a vakon született, akkor azt megkérdezi tőle Jézus, hogy hiszel-e az ember fiában? És azt kérdez vissza, hogy ki az, hogy higgyek benne? És most látod, akivel beszélsz. Tehát a látás az végig nagyon fontos, és János evangéliumának a végén is az van, amikor benézett a sírba, akkor látott és hitt. Tehát a látása az hitet teremtett neki, és ez egy fontos dolog volt, hogy láttuk az Urat, ugye János evangéliumában ez is benne van, mondják a tanítványok Tamásnak, és azt mondja, hogy de hát én nem hiszem, hanem látom. Tehát az evangéliumi bizonyság tétel mögött, bár erre nem szoktunk odafigyelni, hogy mert Jézusnak arra a szavára figyelünk inkább, hogy azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondja Tamásnak, de azért megmutatja Tamásnak magát. És az evangéliumi bizonyságtétel az a szemtanúknak a bizonyságtétele, akik látták és hittek, és János az különösen is erőteljesebben. Igen, ehhez csatlakoznék én is. Két gondolat, az egyik, ez nekem is ez a Tamásos történet jutott eszembe, pont ugyanígy, hogy miközben azt mondja az Úr Jézus, hogy nem boldogok, akik nem látnak és hisznek, közben azért ő azt akarja, hogy
mindegy, hogy milyen úton, de elérjem azt, hogy Tamás, te én hozzám tartozzál, te én bennem higgyél, és között legyen hozzám. A másik, ami eszembe jutott, egy apró dolog, az első izraeli királynak a kiválasztási történet, amikor Saul keresi a szamarakat, és akkor végén azt mondja a szolgálja, hogy hát menjünk el, itt van a látó, itt nem messze van, kérdezzük meg őt, és a prófétára utal. És ugye elgondolkodtam azon, hogy igen, a látás, az ebben az értelemben a látó, a próféta, a látomásokat látó, az az Isten jelenlévő hatalmának a megjelenítése is volt. Azért mentek ő hozzá, mert ő nem egyszerűen egy ember volt, hanem ő mögötte ott állt az Isten, aki mindent lát. És ez a mindent látás, ez az isteni hatalom, ez egy szükséges dolog. Enélkül nem tudunk meglenni, enélkül csak kétségbeesésbe futnak a dolgaink. És aztán ebből lesz egy egészen különleges történet akár Saulnak az életében, és hogy elindul a királyságkora Izrael életében, de ott, mindig ott vannak ezek a proféták, akik látomásokat látnak, akikkel az Isten kommunikál, és az Isten kommunikációját azt becsomagolja ilyen jó értelembe vett látványelemekben, mert tudja, hogy ezen keresztül el tud bennünket érni. És ő nem ilyen felsőbséges uralmi rendszert akar kialakítani, hanem olyan teokráciát, ahol ő szeretettel körülvesz, és a bárányok meghallgatnak rá. És hát nyilván nem véletlenül, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy vannak nekem juhaim, akik hallgatnak az én hangomra, és akkor én tudom őket vezetni, és akkor vagy ószövetség képpen én közöttük leszek, közöttük lakozok. Borzasztóan fontos a látvány. De a szónak ebben az értelmű az Isten, tartani akarja velünk a kapcsolatot, és hát ő alkotott bennünket, tudja, hogy milyen receptoraik vannak, és azokon keresztül, hogy tud bennünket megérinteni. De arról beszél, hogy az Istennek mi a szándéka velünk, hogy szeret minket. Ehhez az ötös kérdéshez még az jutott eszembe, hogy Jézus látványos szenvedése. Nyilván a példázatai is nagyon látványosak voltak, és nagyon sokszor ment az úton, látott valamit, és ahhoz kapcsolta a példázatot, például a félbemaradt torony, és lehetne mondani több ilyet. De maga a szenvedése is látványos volt, és Jézus élete látványos volt, és a tanítványoknak azt olvassuk, hogy utána megnyílt a szemük, és észrevették, hogy megértsék az írásokat. Tehát a Jézusban látták beteljesedni a prófétai ígéreteket, és hogy ezt is meglátták, és a szenvedésben nagyon sok olyan apró mozzanat volt, ami nem is hangba hangzott el, például, hanem ahogy látták Jézust szenvedni, Ézsaiás 53-nak, hogy néztünk rá, és nem volt ábrázata kívánatos, vagy kezemet átlyukasztották, ugye a 22. Zsoltárban, és megosztoznak ruháimon, és akkor látták, hogy tényleg ez történik meg. Tehát, hogy a hit úgy is született, hogy hallották Isten ígéretét, és látták beteljesedni. És Jézusnak az egész szenvedése, még csak el se volt, ez is egy érdekes dolog, itt mondtad, hogy Isten széles vászonra kivetítette. És milyen érdekes dolog, hogy Jézust, ugye a Nisan 14-én halt meg Jézus, amikor a páskabárányt föláldozták a templomban. De ahol föláldozták a templomba a páskabárányt, oda például a zsidó nők már csak bekukucskálhattak, hogy hogyan megy az áldozat. De a pogányok nem mehettek be. Viszont Isten a fiát Jeruzsálemen kívül feszíteti meg egy olyan keresztúton, ahol mindenki láthatja. Tehát nem csak a választott nép láthatja, és ebbe is én azt gondolom egy óriási üzenet van, hogy mindenki előtt szenved Jézus, mindenki láthatta, hogy mi történt, és ezért sok-sok szemtanúja lehetett a választott népből is, és minden más nemzetből. Az evangélikus konfirmációban tanuljuk, hogy a két szentség, a két látható jel igével összekötve, és nagyon megdöbbent engem, hogy az emmausi tanítványoknál arról ismerik fel, amikor a látható jel, vagyis a kenyér megszegése történik. Addig látják Jézus, de nem veszik észre, hogy ez az, aki miatt búsulnak. Csak hogy az előző kérdéshez, hogy a római százados is, amikor látja, hogy Jézus hogyan hal meg, akkor mondja ki azt, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Tehát a látás őt is megérintette, a pogány rómait is. Igen, és most a kedves testvérek, akik a Biblián hallgatjátok ezt, és ti is, akik itten szakemberek vagytok, nem véletlenül vettük el össze a témát. Most átérünk egy másik részére a Bibliórának, ahol nagyon röviden Dióhéjban egy kicsit útmutatást is akarunk adni a testvéreknek is, és mindenkinek, aki ezen a Biblián részt vesz, bármilyen formában,
hogy a Jézus filmek, vagy a bibliai filmek között hogyan tájékozódjunk, és hogyan igazodjunk el? Mindegyik filmről lehet nagyon sokat beszélni, de eszembe jut a nagytacsai szószéknak a felirata, Isten beszéde élő és ható. Akármilyen rendező gárda és előadó gárda nyúl hozzá ehhez a témához, az biztos, hogy az ige élő és ható, és ez a téma, ez átsugárzik. Tehát még a legvadabbul, racionális, vagy nem Isten hívő, Jézus Krisztus szupersztár, és tele van, kibújik a szög a zsásból, tele van olyan jelenetekkel, olyan szimbólumokkal, amik nekünk keresztényeknek egyből beugranak. Itt végig lehetne menni a filmen, de akkor ott van például egy másik, a Cefirelli filmben, hát össze vannak everve a Biblia, a történetek, de úgy van kombinálva, hogy valami szenzációs, mert összevonja ezt az egész hosszú történetet, és az egész passiót, úgyhogy hogy a lényegeket tömöríti így össze, hogy összehozza a történeteket. Például Péter megismerkedik Mátéval, amikor éppen egy beteget gyógyít valahol. Akkor a másik, a Mel Gibson passió, hát elsőre ugye rettentő ez a Mel Gibson film, mert annyira véresen mutatja a dolgokat, de hát ez megdöbbentő maga a kezdete, és megdöbbentő az, hogy állandóan ott van a kísértő sátán Jézusra, és ott susmorog neki, és a egyik vérfagyasztóbb jelenet az, amikor Jézus ott fergődik véresen, akkor ez az ördög, ez a saját gyermekét, gyermek, hogy simogatja, mint egy assugalja az ördög a Jézusnak, vagy a sátán Jézusnak, hogy hát én látod, én azért őrzöm a fiamat, a te atyád meg ilyen, tehát hogy ilyen elejmenetbe tapító jeleneteket tudnak csinálni művészek, ami egy nagyon erős kifejező eszköz. És hát az egész film végig ezt mutatja, hogy nagyon erősen rájuk a színészekre is hatással volt. Például a Mel Gibson filmnek a szereplője a film forgatás alatt tért meg, ugyanúgy, mint a Cefirelli filmben is a Jézus a főszereplő. Itt gyorsan hadd tegyem hozzá azt, hogy világos, hogy úgy indultunk az egésznek, hogy természetesen nem bibliák, tehát nem kell bennük a totál igazságot látnunk, inkább azt emeljük ki, hogy milyen meglátásokra bukkannak rá ezek az emberek, akik egy kicsit szakmailag komolyan vették a forgatókönyv alapját, vagyis a szövegkönyvet, vagyis a bibliát. Tessék! Ehhez van egy gondolatom, hogy talán lehet egy ilyen alapelvet megfogalmazni, hogy mondjuk mi evangélikus, vagy mi keresztjének azt mondjuk, hogy az Úr Jézusról akármilyen filmet azért nem lehet forgatni. És hát biztos készültek volna a filmek, amiket eleve az ember azt mondja, hogy nem szabad megnézni, ilyesmi. Az a megdöbbentő, hogy teljesen hitetlen, vagy az Istentől távol élő, csupán a filmművészet keretei között mozgó emberek számára, és kijelent az Isten olyan dolgokat, amik többieknek is szólnak. Azért tartom ezt nagyon-nagyon fontosnak, és azért tartom fontosnak, hogy igenis nézzenek az emberek ilyen filmeket, saját magam szempontjából pedig a felelősséget érzem, hogy az esetleges igével szembeli dolgokat kiigazítsuk. Azért fontos ezt nézni, mert az Isten ezeken keresztül ad át olyan információkat, amiket a mai generáció már nem tudnak. Tehát ugye mi kicsit ilyen burokban is élünk, mi evangélikusok, és nem biztos, hogy tudjuk, hogy a világban fölnőttek generációk úgy itt Magyarországon is, hogy halvány gőzük nincsen, információ szintjén sem, hogy mi ez a Jézus, mi ez a Isten, meg semmi. Tehát semmi. És ezek a filmek, ezek átadnak alapvetően olyan információt, ami kapaszkodó lehet ahhoz, hogy később ezt meg lehessen fogni, hogy egyházi keresztény oldalról meglegyenek azok a pontok, ahol tudja, hogy miről beszélünk. Én is azt gondolom, hogy fontosak lehetnek ezek az ábrázolások. Persze vannak olyan ábrázolások is, amik nagyon félrevisznek, és mondjuk mást akarnak nyakába varni Jézusnak. Most gondolok itt ugye a legutóbbi idők Jézus, legbotrányosabb Jézus filmje az volt, amikor Jézust homoszexuálisnak ábrázolták be, tehát ami direkte az igével szembe megy. De itt akár ez a Jézus élete film, ami 84-ben
jött el Magyarországra először. Azt tudom, hogy az én fiatal hívő életemben egy nagyon fontos film volt. Tehát nagyon sok mindent adott hozzá a megértésemhez, és ez tud segíteni. Tehát egy kicsit ilyen Biblia pauperumként tudnak működni. Főleg azok a filmek, amik próbálnak hitelesek lenni az igéhez. És a Cefirelli film is azt gondolom egy ilyen volt, hogy nagyon előtérbe helyezte az evangéliumi beszámolót. És egyébként számomra ugye ez a Ben Hur filmben, itt is van írva, hogy nem mutatja Jézus arcát, ez ugye a régebbi Ben Hur film, a Charles Heston, azt hiszem, aki játszotta a Ben Hurnak a főszerepét. Ugye az újabb az ezt próbálta meg utánozni, leginkább amit most a fiatalabbak talán most ismernek, annak a kocsi versenyét. De ez a régi filmben, ez engem már amikor először láttam, akkor is nagyon megfogott, hogy Jézus arcát közvetlenül nem látom, hanem Jézus arcát tükröződni látom abba, akit ő megérintett. És azt gondolom, a Ben Hur történetében ugye pont ez a lényeges, hiszen ezt egy olyan valaki írta, aki egy könyvet akart arról írni, hogy miért butaság a kereszténység, miért nem történt meg a feltámadás, miért nem volt Jézus valóságos. És amikor elkezdte gyűjteni ehhez az adatokat, és olvasta az evangélium beszámolót, akkor egyszer megérintette őt Isten. És megváltozott. Lényegében a Ben Hur fejlődés története is ugye így történik meg, hogy valaki, aki Istenre talál végén, Krisztuson keresztül, és újjászületik. Most meghallgattunk egy gyülekezeti tagot, aki nem lett itt közöttünk telefonon, az üzenetét a filmekkel kapcsolatban. Erősvár a mi Istenünk, Zsuzsa, nem zavarok? Nem. Hagyj kérdezem már meg így kíváncsiságból, hogy Zsuzsának esetleg van-e kedvenc, vagy kedves, vagy emlékezetes keresztény filme? Hát ugye a Ben Hur. Aztán, hát ugye voltak itt Karácsony környékén a Mózes például. Igen. Ezeket én akkor úgy meg is néztem, és azért ezek úgy felelevenítették mindazt, amit az ember a Bibliában olvasott is, meg hát színesebbé tették. A Ben Hurban mi volt a megragadó? Hát a keresztesítés. A keresztesítés. Nekem legalábbis az volt egy olyan élmény, ami úgy nagyon, nagyon megragadott, amikor meg hát egyáltalán volt a lepratelepen, ahogy megtisztultak utána, szóval. Köszönöm szépen akkor. Akinek nem adatik meg ez az optikai látás. És én egy ilyen filmjelenettel szeretném befejezni, Szlóka Lidikénél voltunk, éppen Bandival csináltuk ezt a filmet, és egy anyáknapi műsor volt ez, és előtte elmondja, hogy az anyja elvitte képkiállításra, tárlatra, és elmondta neki, és mindent tudott, és amikor az édesanyja hazajön, akkor érzi a tekintetét, hogy milyen szép asszony az ő, sose látta, milyen szép az ő édesanyja, és a filmnek a végéről éppen ebből a kis énekből nincs senki olyan szép, nincs senki olyan jó, mint az én anyám, mert a jóságon keresztül átmegy a látvány, és a kegyelmen keresztül átjön a mennyország látása is, ha nem is tudjuk még úgy, de homályosan már látjuk. Hát hadd fejezzük be most imádság előtt ezzel a rövid kis film szakasszal. A fény nem hiányzik, szóval hogy is mondjam, a fény az életemben Jézus Krisztus. Van egy olyan vágyam, hogy itt a földi világban is lássak, mert jó lenne azért meglátni édesanyát, és a világban vannak szép dolgok, de majd az lesz az igazi, hogyha majd ott a mennyben meglátjuk egymást,
akkor színről színre tényleg meglátjuk egymást. Hát segítsenek hozzá ezek a látások és ezek a bizonyságtételek, ezek a látható filmek is a színről színre látásra való készülésre. Ezért most egy ima közösséggel fejezzük be. Imádkozunk testvérek otthon a házainkban is, amikor ezt a Bibliórát nézzük. Mindenható örökkévaló Istenem, mennyei atyánk, hadd adjunk hálát azért először is, mert tényleg atyánk vagy nekünk. Úgy láttad jónak, hogy életet ajándékoz nekünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te szeretsz bennünket, hogy megajándékoztál az e világ csodáinak látásán túl azzal, hogy lássuk a te igazságodat. Köszönjük, hogy készületünk arra a színről színre látásra. Köszönjük, hogy így teremtesz újjá bennünket szereteted szerint. Kérjük, hogy hordozz is bennünket, Urunk. Ajándékozz meg mindazzal, amire szükségünk van ahhoz, hogy a közeledben tudjuk magunkat. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük a mai napunkat is, ezt a bibliórai közösséget is. Naponként teremts bennünket újjá szereteted szerint. Ámen. Ámen. Drága Úr Jézus Krisztus, hála a kihontott drága véredért, ott, hogy ez rajtam ne vesszen kárba, és mosson tisztára nap, mint nap, hogy megújuljak hitemben, és mindvégig állhatatos legyek. Drága Úr Jézus, hála a hosszú tűrésedért, a szenvedésekért. Ne engedd, hogy az rajtam ne hagyjon nyomot. Legyen ez erőforrás nekem minden nap testi-lelki küzdelmembe, és mindannyiunknak. Kezedbe ajánljuk az egész kereszténységet, családjainkat, gyermekeinket, országunkat. Könyörünk azért, hogy szenvedésed árán legyen minél több megváltott ember. Drága Úr Jézus, kegyelmedért hálát adok. Ez egyetlen oltalom számomra és számunkra ebben a sátáni világban. Adj erőt, hogy megújuljunk hitünkben. Drága Úr Jézus Krisztus, megöletett bárány, magasztalunk téged, mert egyedül te vagy, méltó. Drága Úr Jézus, dicsőítünk az örvendező, üdvözült sereggel, mert egyedül te vagy szent. Amen. 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 Szentlélek Úristen, te nyisd meg a mi vak szemünket, hogy lássunk. Add, hogy a fülünk, ami süket, az hallóvá legyen, és a szemünk, ami vak, az látóvá. Te légy az, aki megmozdítasz bennünket, hogy húsvét fényében tudjon megváltozni az életünk, és tudjunk újjászületni. Drága Szentlélek, segíts igazán látnunk. A valóságot látnunk, a valódit látnunk. Hát, hogy a sokféle láttatás közepette ne elhomályosítsák a látásunkat, és ne a szemfényvesztésnek higgyünk, hanem tudjuk látni a fiúban végrehajtott munkát, és tudjunk így hazatalálni az atyához. Szentlélek, így újíts meg bennünket, és tölts be, hogy tudjunk lelkesekké válni általad, és így lelkesíteni másokat is a te kegyelmedért, ad, hogy így tudjunk pünkösdre készülni, és pünkösdre fordulni. Amen. És Urunk Istenünk, azokkal együtt fogunk most imádkozni, akik bibliórásaink Szentendrén és szert az országban, akik bekapcsolódtak ebbe a bibliórába, kérünk, hogy hallgassák most közös imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
El fogunk mindjárt köszönni, csak én röviden ide kivetítem a képernyőre az hirdetést, hogy legközelebbi zoomos alkalmunk, FB-onk 21, tehát az évi április 11-én este 6 órától lesz, amikor a vendégeink Covidot átélt, hálás szívű, tehát gyógyult testvéreket hívunk meg. Hívjunk minél többeket a közösségbe, és nézzük meg a régebbi, vegyünk részt a régebbi bibliórákon is. És akkor most köszönjünk el, kérlek benneteket, hogy intsetek a kezetekkel, és befejezzük. Erős várom Istenem. Erős várom Istenem. Isten áldjon mindenkit. Erős várom.